mai Backstage Live első bemutatkozó zenekara itt az 5. elődöntőben a Hipertónia zenekar. Sziasztok! Hello! 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 Nálad lemaradt a hello! Hello! Hello. Mutatkozzatok be és mondjál mindenki, hogy ki milyen hangszeren játszik. Fúj, Csaba! És milyen hangszeren játszik? Gitár. Gitár. Mihalvis Dávid, basszus gitár, ének. Kalapos Péter, dob. Meséljetek a zenekarnak a létrejöttéről, és természetesen mutassátok be magatokat, már egy magát a zenekart. Hát a zenekar 2006-ban alakult, akkor még Bio névem. Milyen néven? Bio. Tehát nem volt semmilyen komoly elképzelés, csak az, hogy párszor feljövünk pár helyen. Azóta kicsit komolyabbra folytott dolog. Rengeteg énekesünk volt, mert sok minden nehézséggel. Sok csaj. Volt lány énekes? Persze. És akkor mi volt még... a baj velük? Főleg a hozzáállásukkal volt probléma. Tehát, milyennek kell lenni egy jó énekesnek a hozzáállása? Hát aki igazán akar énekelni. Tehát látszik rajta, hogy kell lennie. Megvan benne az akarat. Tehát akkor úgy gondoljátok, hogy egy lány nem is tud énekelni a ti csapatokban, mint egy... Hát velünk nem. Velünk nem igazán. Énekelni lehet, tud csak... Ja, igen. Nem, hát volt olyan énekes, aki jó énekelt. Csak ő sokat kért, nem? Nem, az érdeklődő. Csak volt egy hozzáállás, hogy én... A zenekar amúgy milyen stílusban játszik? Mármint, hogy ugye mondtátok, hogy nehéz ugye énekes keríteni hozzá, akkor ezek szerint ez valamilyen speciális stílus, de ugye nem ilyen Gregorián vagy ilyen, nem? Gótikus. Nem, hát, alternatív pop, rock zene, inkább ami legjobban meghatároz minket. Hát... Könnyebb irányzat. Ilyen lagzi. Ilyen szinti popos hangzás. Ja, majdnem. Csak egy szint is kéne még. Maga a zenekar amúgy, amikor létrejött, akkor már tudatos volt az, hogy milyen zenei stílus fogtok játszani, vagy pedig elkezdtetek jamelgetni, és akkor abból születtek? Hát jamelés volt inkább az egész, mert hát tényleg nem volt semmi komoly elképzelés, játszottunk feldolgozásokat, tehát tényleg, ami az énekesnek is megfelelt, tehát lány énekeseknek, az a stílus nem igen jött be nekik, azoknak az énekeseknek, akik... Amit el tudtak énekelni. Szóval akkor mondhatjuk azt, hogy az énekeseknek köszönhető a mostani stílus? Hát igen, mondhatjuk. Mert hogyha ők el tudták volna énekelni, lehet, hogy még egy funky zenekar lennétek most, nem? Ilyen kis virágú mintás ingekkel. Vagy egy feldolgozás zenekar. Vagy egy feldolgozás zenekar. Ezzel ki is mondtad azt, hogy akkor ezek szerinti, akkor csak saját számokat játszotok? Igen, 9 saját szám, de hát a zenekar igazából ez a formáció 2008 februárjában alakult. Azzal hoztuk össze ezeket, hát a számok többségét, mert... A régi számokat is továbbítjuk, de hát már akkor is de akkor voltak. Nagyon termékenyek vagytok, hát ez mennyi? Február, igen. Március, április, május, június, 4 hónap alatt írtatok 9 számot? Hát igen. Ahhoz képest, hogy mennyi próbánk van? Hát igen, tehát nagyon kevés próba, nincs elég időnk ez a... Mit jelent a kevés próba? Havi egy? Héten kétszer, ha tudunk próbálni, 3 perc, szűkös 45 perc. Milyen lehetőségeitek vannak amúgy fellépésre? Volt-e már fellépésetek, vagy hol szeretnétek fellépni? Hát, kezdjük a múlttal, hol volt már fellépés, volt. Vagy milyen felvétel, volt. Fellépések voltak. Fringe, ki mit tud? Volt, hát az első fellépésünk 2006. októberében volt. 2006. szeptemberében alakultunk, és egy hónapra rá már fel is léptünk. Egy iskolában, hagyadóban. Zenei tudásunkat említ. Villámsiker. Igen, ilyen villámsiker volt az egész. És milyen volt a fogadtatása a zenekarnak? Hát ott kedveltek minket, de főleg azért lányult az énekesünk, azért nagyban befolyás volt a dolgot. Egy alternatív zenekarnak azért nehezebb bekerülni a úgymond zenekari folyásba, ahol a zenekarokat ugye hívják énekelni, igen, és hívják játszani. Mégis megmaradtok ennél a stílusnál? Tehát nem akartok változtatni rajta? Nem, mert ameddig mi jól érezzük magunkat ebbe a stílusba, addig nem fogunk változtatni. Mert azt figyeltem meg, hogy vannak zenekarok, akiknek ugye van egy alternatív stílus, de azért csinálnak, mint tudom én, egy olyan zenét, amiben bekerülnek a rádióba, bekerülnek a tévékbe, de azok a zenekarok, akik egy stílus mellett kiállnak végig, azoknak sokkal nehezebb azt a hírnevet megszereznék, mint egy átlag zenekarnak, ugye, akik ilyen, csak ilyen sablon számokat írnak. Szerintetek ezzel nektek mennyi idő lesz az, mire be fogtok futni, mire olyan szintet értek el, amire azt mondjátok, hogy na, most már van neve a zenekarnak, vagy hát, most már ismernek minket. Biztos rengeteg türelem kell lesz hozzá is idő. Rengeteg tehetségkutató. Hát igen, biztos, hogy még sokan sok tehetségkutató részt kell vennünk ahhoz, hogy felfigyeljenek ránk. Hát azt gondoljuk, hogy egyébként a mi fajunkról nincs, meg lehet szeretni egy-kettő.
viszont a hosszú kitartó munka az mindig meghozza. Hát, hogyha sokáig kiálltok egy stílus mellett, egyrészt az lehet egy olyan új stílus, amire azt mondják, hogy na, én azért szeretem ezt a stílus mellett, csak a hipertónia játszik, és gondolom ez is a cél. Igen, természetesen. Persze. Ez az elsődleges cél. Így legyen. Mi az a díj amúgy, ami nektek a leginkább tetszik? Ezt minden zenekartól megkérdezem, hiszen mindenkinek más is más, ami miatt ugye jelentkezett erre. Hát igazából ezen még nem gondolkodtunk el, hogy mi is lenne a legjobb. Hát... Már csak a lehetőség, hogy... Életműdít. Ilyen körülmények között zenélünk. Az is van. A zenekarban ugye említettétek, hogy rengeteg énekest megemésztettetek már. Tervezitek azt, hogy kerestek még énekes, vagy úgy gondoljátok, hogy ez a formáció, hogy most van, ez a hármas, ez nektek tökéletes, és hogy nem... Hát énekes nem keresünk, inkább mondjuk... Meg egy vokál. Vagy valami. Ez az, hogy mivel szeretnétek fejleszteni tovább a zenekart? Ha szeretnétek, hát, persze. Peti szerintem el fogja a jövőben vállalni a vokál. Igen, a vokál az valószínű lesz folytatásban. Igen, meg keresünk még egy billentyűs, aztán körülbelül szerintem jó lesz. Hogyan tudjátok fejleszteni magatokat, honnan tudtok tanulni dolgokat, hiszen gondolom fontos egy amatőrzenekarnak az életében az, hogy ne álljon meg egy szinten, hanem tudjon fejlődni. Persze. Hát hogy zeneiskolában kell egy jó tanár például, egy dobtanár. Például nekem a PG csoportnak az ex-dobosa a dobtanárom, Orosz Imre, aki egy nagyon precíz dobos, tényleg nagyon jó, és lehet tőle rengeteget tanulni. Úgyhogy már ez is egy jó alaphoz. Mennyi idő alatt tudtál megtanulni dobolni, hiszen minden hangszernek ugye van egy lefutási ideje, vagy befutási ideje, még az ember az megtanulja, de a dobnál ugye ott jönnek a függetlenítések, meg ezek azért az elég bonyolult. Hát igen, hát nagyon, hát régen kezdtem, tehát kisiskolásként mondjuk ilyen puffokok. Hát mondjuk, hát mint nem, puffok, meg kanapé, ilyenek, de hát rendesen így iskolában, meg tanáromtól ez 2 éve dobolok, most második éve. Többiek, hogy vannak ez a zenei képzettsége, hogy hát tudtok fejlődni? Mi is 2 éve kezdtünk, tehát amikor megalakult ez a zenekar, akkor kezdtük el magunkat fejleszteni, meg hát akkor kezdtünk el gitározni. Tehát barátoktól tanulunk, mi egymás. És hogy látjátok, a zenekar mennyit fejlődött az elmúlt 2 év alatt? Hát rengeteget. Ez. Saját magatokhoz képest hogy látjátok? Hát igen, hát rengeteget. De nem elég. Főként tisztult az egész, nagyon tisztult. Eleinte... Hát nem volt. Össze-vissza játszottunk mindent. Hát az, hogy mennyire tiszta és hogy milyen, az hamarosan kiderül, hiszen ti vagytok az első zenekar, akik felléptek, úgyhogy most következzen itt a Backstage Live 5. elődöntőjében az első zenekar, a Hipertónia. Hallgassátok és figyeljétek!